Hát sziasztok! Ez egy hétvégi vlognak a kezdete. Péntek délután van, 15 óra 1 perc. És kijöttünk a gyerekekkel, mert kicsit ők bicajoznak. Ninit akartam, hogy babakocsiba csücsüljön, ha még a nagyok egy jól nagyot bicajoznak, de nem akar, úgyhogy ő hozta a kis motrát. Én leszek majd a cipelő, hogyha megunja, vagy nagyon lassan megy. És igazából még nem tudom, hogy mi a terv a hétvégére. Nagyon hosszú. Aha, látom, nem vagy. Nagyon hosszú. Na mehettek szívem. Hát, vagy elhagytál. Igen, mert egy kinyér van az úton. Szóval, majd megeszik a hangyák, meg a madarak. Szóval nagyon nehéz hetünk volt. Nagyon sokat idegeskedtem, begyűlött a nagyfiamnak a szeme, mert belement valami, és nem tudtam úgy dolgozni, egész héten itthon voltak a nagyok is, meg a kicsi is, és hát bevallom, hogy nagyon-nagyon feszült hetünk volt tényleg. Viszont most a hétvégére tegnap elterveztem, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik. Jó hétvégénk lesz, és nem fogok idegeskedni. Úgyhogy ennek a kezdete. Fiam majdnem lelépett. Ellentétes irányba akart menni, mint amennyire kellett volna, vagy amerre kellett volna. Szóval igen, kicsit necces így a három gyerekre figyelni, így, hogy mindenki járgánnyal van. Ráadásul a nagyfiamnak már néha, hogy elbújik a bokrokba. Na menjél, kicsim! Ott egy bucka. Segítsek! Na, így. Már nagyon jó időt ígértek a hétvégére, és nekünk abszolút semmi tervünk nincsen, hogy mit fogunk csinálni. Úgyhogy hazajön a férjem, és gondolkozom rajta, hogy hát még arra is gondoltam, hogy mi lenne, ha lemennénk a Balcsira. Na mutasd! Csak el ne essél, kicsim! Gyere, Nini! Gyere! Édesem, nem tehetem oda a kamerát, de nagyon ügyes vagy. Anya látja, hogy nagyon ügyes vagy. Na gyere, macika! Igen, ott van homokozó. És abban már nem tudok lenni. Abban nem merek. Mindjárt jön a mama. Közben szóltunk a mamáiknak, hogy jöjjenek le, mert itt tudnak nyugodtan körbe-körbe menni a nagyobb bicajjal, és Nininek pedig nem kell annyira loholnia. Utána, mert hogy a jó égér nem akar, elhoztuk a babakocsi, de a jó égér nem akar beleülni. És hát arra gondoltam, hogy mi lenne, ha férjemet rászedném, 30 fokot mond egész hétvégére, hogy ruccanjunk ki egyet a Balcsira. Biztosan nem fog neki túlzottan tetszeni az ötlet, mert hogy autót akart szerelni a hétvégén, de amúgy meg semmi más programunk nincs, és maximum felajánlom, hogy menjünk az én autómmal, de tessék! A szilva, de az rohadt, azt ne edd meg, kicsim, de ne ide dobd! Szóval maximum felajánlom neki, hogy menjünk az én autómmal, ami meg azért nem fog neki tetszeni, mert túl kicsi. Viszont most lehet, hogy nekiállok, ameddig a gyerekek itt játszanak, és lejönnek a nagyiek is keresgélni valami szállást, és... Szállást hallottál? Szóval lehet, hogy nekiállunk, és ez egy sorozat lesz a hétvégéből, hogyha ennyit beszélek, akkor biztos. Úgyhogy nekiállok, és leülök, bekapcsolom a mobilnetemet, és megnézem, hogy mit tudunk kihozni a hétvégéből, meg hát ezt meg ugye be kell adagolni a férjemet. De én amúgy is egy olyan spontán ember vagyok. Vízipisztó? Jó. Szóval igen. Igen, amúgy is egy spontán ember vagyok, aki mindig kitalál olyanokat, hogy a férjem ezt tök jól tudja kezelni, hál' Istennek. Meg a körülöttünk lévő emberek is, úgyhogy nem panaszkodhatom. Sőt, amúgy most még a húgomnak is szabad a hétvégéje, úgyhogy akár mehetnénk közösen is. Hugi, kár, hogy ezt csak utólag fogod látni. Az
a jegy maradt meg. Kételkedett abban, hogy normálisak vagyunk, vagy nem, akkor most bizonyos lehet arról, hogy nem vagyunk normálisak. 4:60, és már majdnem összepakoltunk mindent, a gyerekek is már majdnem készen vannak, és nem sokára indulunk a Balcsira. Találtam szállást, lefoglaltam mindent, és hát baromi jó lesz, én elhiszem. Na hát, mi már úton vagyunk a Balcsira, képzeljétek el. 3 órakor kezdtem ezt a vlogolást, mikor egy ilyen hatalmas sétára indultunk. Ennek ellenére a meleg ihletet adott nekünk, hogy úgy gondoltuk, hogy elmegyünk egyet kirándulni. Most ez egy olyan különleges kirándulás lesz, hogy jön a húgom is, és ez azért jó, mert így este egy kicsit ki tudunk menni, és egy kicsit tudunk romantikázni a balatoni naplementébe. Szóval most a hétvégén, egész hétvégén lent leszünk Siófokon, vasárnap fogunk csak... Mindjárt visszaadom. Szóval vasárnap fogunk csak hazajönni. És hát nagyon izgatottak vagyunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a videót, ebből lesz egy 2-3 részes videósorozat, és ez lesz az első része, hogy ilyen spontán jött gyors nyaralás. Aztán meglátjuk, hogy folytatódik a nap. Nem szeretném, hogy túl hosszú vlogok legyenek, úgyhogy... Ez most ilyen több részes lesz, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Én nagyon izgatott vagyok. Hát ide értünk, gyerekek, 8:30 van, és gyönyörű a szállás, gyönyörű, államszép, és mi vagyunk az elsők, akik felavatják, úgyhogy hát tényleg nem szólhatok semmit, mert államszép, eléggé nagy a nappali, nagy a konyha, 2 hálószoba, fürdőszoba, külön a WC, szóval tényleg gyönyörű.
Tessék! Jaj, hát ez a helyes csodás, gyerekek, és akkor azt hiszem, hogy innen fogom folytatni a második részét ennek az egész vlognak. Most megmutattam nektek, hogy milyen szép kis szállást találtunk. Konkrét árakat is mondok, 35 ezer forint volt egy éjszaka, úgyhogy 70 ezer forintot fizettünk 6 személyre a két éjszakára, és azt hiszem, hogy egy csodás helyem van, mert közvetlenül itt van a parton, szóval, hogyha esetleg felébred Nini éjjel, és mi kint leszünk a parton a férjemmel, akkor tényleg 2 perc alatt haza tudunk ugrani. Ez nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, folytatás a következő vlogban.